Hatékonyabb energiafelhasználás. Mintegy 390 millió forintból korszerűsítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal épületeit Nyíregyházán. Eszközbeszerzés a kórházban. 2 millió forintból vásárolt 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsit a Józsa András Oktató Kórház. Adománygyűjtés. Több módon is lehet segíteni a Magyar Vöröskereszt adománygyűjtő munkáját. Mintegy 390 millió forintból korszerűsítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal épületeit Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A felújítások az intézmény Hősök terei és Egyház utcai épületeit érintik. A beruházások az energiafelhasználás csökkentését és a megújuló energiaforrásokra való áttérést célozzák. A felújítások egy nagyobb, a megye 29 kormányhivatalát érintő fejlesztési program sorába illeszkednek. Közel 670 négyzetméternyi műanyagnyi lázárót építettek be a régi, korszerűtlen ablakok helyére a megyei kormányhivatal nyíregyházi Hősök terei épületében. De az épület teljes szigetelését is megoldották, a fűtést is korszerűsítették, valamint az épület energiaellátásában napelemek is szerepet kapnak majd. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. A kormányhivatal épületállományában jelentős mennyiségű ingatlan áll rendelkezésre, amelyek energetikai fejlesztése az utóbbi években elengedhetetlenné vált. Nyíregyházán a Hősök terén és az Egyház utcán található épületekben hajtanak végre most az energiafelhasználás javítását célzó korszerűsítéseket. Szeretnénk azt, hogy a kollégáink olyan épületekben dolgozzanak és olyan helyeken várják az állampolgárokat, ami 21. századnak megfelelő állapotú, és emellett az sem hátrány, hogyha minél olcsóban tudjuk környezetbarát módon feltartani ezeket az épületeket. Valóban itt Nyíregyházán két ilyen beruházás zajlik, ami a végéhez közeledik, és ennek eredményeképpen az épületek zöldebbek lesznek. Még az a zöld irodaház is, amit a köznyelv zöld irodaházként ismer, nem csak hogy a színét megtartja városképvédelmi okok miatt, hanem átvitt értelemben is zöldebbé válik, mert hogy a működtetése az jóval környezetbarátabb lesz. A megyében a kormányhivatal ingatlanjai közül nem csak a két nyíregyházit korszerűsítik, ezek egy nagyobb fejlesztési program részét képezik. Összesen 29 kormányhivatal épület újult meg, illetve újul meg. Nagyobb részét már sikerült lezárnunk és használatba vennünk. Ez egy nagyon nagy és komplex projekt, ami szerencsére az épületeknek egy jelentős részét érinti. És ezek között az épületek között nem csak állami tulajdonok vannak, hanem itt Nyíregyházán például a Zöld Irodaház az önkormányzati tulajdon. Tehát ezekkel a beruházásokkal annak a településnek a vagyonát is gyarapítjuk, ahol a kormányhivatal épületeink működnek. A két nyíregyház épületet közel 390 millió forintból korszerűsítik, és várhatóan 2019. januárjában készülnek el teljesen. 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsit vásárolt a Józsa András Oktató Kórház. Nyíregyháza város önkormányzata az idei városbál tombola bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatására fordította, így tudták finanszírozni az eszközbeszerzést. A tolókocsikat az új parkolóházban helyezték el. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Adorján Gusztáv a kórház főigazgatója is kipróbálta azokat az új tolókocsikat, amelyeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány vásárolt. Az ez évi nyíregyházi városbál tombola bevételéből, mintegy 2 millió forintból, 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsit tudott beszerezni az alapítvány, amelyeket a nemrégiben átadott parkolóházban helyeztek el. Nekem egy személyes találkozási pontom volt annak idején, hogy hoztam be egy idősebb rokonomat, és nagyon nehezen tudtam én, mint orvos, keríteni egy kocsit, hogy na most akkor oda felszállítsák az illető rendelőbe. És amikor elindult ugye a tömbkórház építkezés, illetve hát már tudtuk, hogy a parkolóház is el fog készülni, akkor a álmainkat már korábban megfogalmaztuk, hisz egy korábbi álomnak a megvalósítása, hogy hogyan tudnánk a betegeinknek, hozzátartozóknak azzal segíteni, hogy látóhelyre minél gyorsabban hogy tudjon jutni a beteg. És akkor fogalmazódott megbeszéltem polgármesterről, hogy hogyan tudnánk a városi bál bevételét egy kicsit ebbe az alapítványunkra átfordítani, hogy tudjunk segíteni. Értőfülekre találtunk, mint annyi más közös problémánk, óvoda és egyéb, nem akarom sorolni, fősorolni mibe, és hála Istennek a városi bál bevételéből találtunk egy gyártó céget.
Ilyen kényelmi fokozatú kocsi még nem üzemel ma Magyarországon egyik egészségügyi intézményben sem. A kórház megkeresésére gyártották le ezeket a mobil, kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas tolókocsikat. Mind az igény oldalról, mind pedig nálunk az elképzelés oldalról megvolt ez a közös összhang, és ezeket teljesen egyedileg a kórház igényeinek megfelelően, akár méretekre vagy kialakításra terveztük meg, és ennek megfelelően készítettük el a prototípusokat, amelyeket korábban itt teszteltünk már az intézményben, és ezen prototípusok végleges változatát láthatjuk most itt ebben a megvalósult 10 darab kocsiban. A tolókocsik akkor jelentenek nagy segítséget, ha valakit például törött lábbal hoznak a kórházba. Úgy működik, mint egy bevásárlókocsi. Egy 100 forintos érme segítségével tudják használni a betegek. A kórház terve, hogy a jövőben bővítik a tolókocsi flottát, és nem csak a parkolóházban lesz elérhető. Ehhez várják a további anyagi segítséget. A rendőrök holttestet találtak a nyíregyházi szurkálóhoz köthető gépkocsi csomagterében, áll a polisz.hu beszámolójában. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított november 22-én délelőtt Nyíregyházára utazott azért, hogy anyagi problémáit rendezze. A ruhájában elrejtve magával vitt egy kést és egy riasztó pisztolyt. Délután vásárlás cínlelve bement egy butikba, majd a női eladót a pisztoly markolatával leütötte, a földre teperte és a nála lévő kést először a hasába, majd a combjába szúrta. A férfit egy közeli járókelő zavarta meg azzal, hogy a segélykiáltásokra felfigyelve a kirakaton dörömbölni kezdett, majd segítségért sietett és telefonon értesítette a rendőrséget. Az eközben elmenekülő 42 éves gyanúsítottat a rendőrség másnap a Máté-Szalkai otthonában fogta el. Az eddigi adatok alapján a férfi csomagtartójában megtalált 21 éves mándoki lakos halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök a letartóztatásban lévő K. Antalt emberölés büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Saját márkás termékeik megvásárlásával is segíthetik a Magyar Vöröskereszt adománygyűjtő munkáját az adakozók. A szervezet édességet, szaloncukrot és kisebb játékokat, valamint használati eszközöket árul szinte minden nagyobb üzletláncban. A 3 éve indult, csak egy kis apróság kezdeményezésük is folytatódik idén, amelyben az iskolákkal gyűjtenek közösen tartós élelmiszert a rászorulóknak. A Magyar Vöröskereszt egész évben gyűjti és továbbítja a felajánlásokat. Évközben jellemzően ruhát és játékokat kapnak, az év végén pedig leginkább tartós élelmiszereket. A megyei szervezetnek helyi szinten több száz önkéntes segít az év utolsó hónapjában, de számtalan szülő és pedagógus is csatlakozik a munkájukhoz a Csak egy kis apróság kezdeményezés keretében. Karácsony tájéken mindenkinek egy picit jobban megnyílik a szíve, ilyenkor több szeretet akciót is el szoktunk, és több gyűjtési akciót is el szoktunk indítani. Az egyik ilyen a Csak egy kis apróság kezdeményezésünk, ami már most 3. évben került megszervezésre. Ebben az iskolákat hívjuk partnerként az adománygyűjtési akcióba. Az elnevezés arra utal, hogy minden bekapcsolódó iskolában egy-egy gyereknek csak egy-egy valamit kell hoznia, például egy lisztet, egy tésztát, egy konzervet, egy csokoládét, és ebből a sok piciből áll össze valami nagy és nagyszerű dolog. Az egyetlen kérése a Vöröskeresztnek, hogy csak olyan tartós élelmiszert ajánljanak fel, aminek a szavatossági ideje nem a közeljövőben jár le. Az áruházakban kihelyezett persejes gyűjtésből befolyt összeget is tartós élelmiszerre költi a szervezet. Így minden évben több száz rászorulónak tudnak segíteni. Ez a szám attól is függ, hogy mennyi felajánlás érkezik hozzájuk, tette hozzá Gurály Edina. A Magyar Vöröskereszt egyedülálló módon kereskedelmi tevékenységbe is kezdett pár évvel ezelőtt. Ezek saját márkás termékek, pénztárak közelébe, illetve édességpultokon lehet megtalálni azokat a termékeket, amelyek lugúzott termékek, és azzal, hogy valaki egy bizonyos fajta csokoládét, vagy bizonyos fajta szaloncukrot választ ilyenkor a vásárláskor, az egyben a Vöröskeresztet is támogatja, illetve több ilyen kisebb játék és ajándéktárgy, ilyen hasznos használati eszköz, például elemlámpa, fejlámpa, kulcstartó került nagyobb áruházakban a pénztárak közelében kihelyezésre. Ezekre
szintén ugyanez vonatkozik, hogy ha ezt vásárolják, akkor egyben a Vöröskeresztet is támogatják. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs megyei szervezete a Magyarok Kenyere programban is részt vett. Így lisztet biztos tudnak majd adományozni, ehhez várnak még élelmiszereket, illetve tisztító és tisztálkodószereket. A magyarországi termesztésű lucfenyő 20-25%-kal, de esetenként akár 30%-kal is drágulhat idén. Méterenkénti ára a 3200 forintot is elérheti, ami a munkabérek jelentős, mintegy 50%-os emelkedésének köszönhető, közölte a Magyar Díszkertészek Szövetsége az MTI-vel. A közlemény szerint az átlagos eladási ár az ezüstfenyőnél méterenként 5500 forint, a Nordman fenyő méterénél pedig 6500 forint körül mozog, ami megegyezik az előző évivel. A fenyőket egyedileg beárazva kínálják, a termesztő és a kereskedő közti ármegállapodásban a méterár az irányadó. Arról is beszámoltak, hogy Magyarországon 1500-2000 hektáron termelnek fenyőfákat. A karácsonykor értékesített hazai fenyőfák jelentős hányada Vas, Zala és Somogy megyei kertészetekből származik. A vágásra szánt Luc, ezüst és Nordman fenyőket átlagosan 5-10 évig gondozzák, mielőtt a családokhoz kerülnek. A karácsonyi szezonban az országban az importáróval együtt mintegy 2-2,5 millió fenyőfát értékesítenek. Felvételi élménynapot rendeznek szerdán a Nyíregyházi Egyetemen, tájékoztatott Ferenciné dr. Ács Ildikó, az egyetem oktatási rektor helyettese. Az új kezdeményezés célja, hogy a felvételire készülő diákok és szüleik betekintést nyerhessenek az egyetem hallgatói és tudományos életébe, így egész nap előadásokat látogathatnak, laborokat nézhetnek meg, valamint a hallgatók által szervezett programokon vehetnek részt a vendégek. A szülők számára 17 órától tájékoztató fórumot is szerveznek. Egy héten belül harmadszor is csökkennek az üzemanyagárak a töltőállomásokon. A MOL bruttó 8 forinttal csökkenti a 95-ös benzin, és bruttó 10 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, értesült az MTI. A mérsékléssel a benzin átlagára literenként 356 forintra, a gázolai pedig 405 forintra esik. A benzin ára legutóbb múlt pénteken változott, átlagára literenként 5 forinttal, a gázolai pedig 6 forinttal csökkent. Az autósoknak érdemes tudatosan választaniuk töltőállomást, ugyanis 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a különböző benzinkutak árai között. Hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető Egertől a Nyíregyházi Teke klub együttese. Az NB1 keleti csoportjának 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 5-3-ra győztek a Városi Stadion Teke csarnokában. Az őszi elsőségről is döntött a listavezetőként érkező Eger és a feljutásra hajtó Nyíregyháza csatája. A korábban már 3 vereséget elszenvedő hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, a vendégek azonban igazolták, hogy nem véletlenül állnak az NB1 keleti csoportjának élén. Az egriek ledolgozták hátrányukat, és bár az NTK minden megpróbált, az éllovas 28 fával többet szerzett, így a többletfáért járó 2 pontnak köszönhetően az Eger 5-3-ra megnyerte a mérkőzést. A mérkőzés egészen jól indult számunkra, ugyanis a Magyarorsi Péter és jó magam is megszereztük a fontos csapatpontot, és több mint 60 fás előnyt szállítottunk a nyíregyházi részre. A középső sorban azonban a vendégek óriásit produkáltak, visszadolgozták hátrányukat, sőt előnybe is kerültek, és megszerezték a csapatpontokat, így a zárósorra maradt a döntés, ahol a Hakker Dezső Fehér Béla párosunknak mindenképpen a kezébe volt a lehetőség. A Dezsőnek nem sikerült annyira jól az indulás, de folyamatosan visszadolgozta a lemaradását, míg a végén közel 20 fával diadalmoskodni tudott a vendégjátékossal szembe, és nagyon fontos csapatpontot szerzett. Azonban mellette a Fehér Béla, a sérülése vajlódó Fehér Béla csupán 60 dobásig bírta a gurításokat, még ráhúzott egy 30-as szériát, de akkor már igencsak fájt a csípője, úgyhogy le kellett cserélni, és a Ráski János hiába próbált meg mindent, egy egészen jó játékot produkált 30 dobás alatt, de a vendégek olyannyira elkapták a fonalat, hogy nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat. A nyíregyháziakra még vár egy találkozó a téli pihenő előtt, fintáig vasárnap hazai pályán zárják majd az őszi szezont.
a hétvégén fogjuk bepótolni a Bátony Terenye elleni hazai mérkőzésünket. Amennyiben ezt sikerrel veszük, így csupán 2 ponttal leszünk lemaradva az Egerrel szemben. Így egy olyan tavaszi rajtra fordulhatunk, ahol bármi benne van a pakliban. Eléggé kiegyenlített a felső rész is, a középső rész is. Bárki bárhol képes diadalmaskodni, illetve nem várt buklásokat is produkálni. Bízunk benne, hogy a következő hétvégi elmaradt meccsünket megnyerjük, és akkor majd a tavaszra mindenképpen egy kiélezett párharcot vívhatunk majd az Egerrel, és a sorsnak a érdekessége, hogy majd a legeslegutolsó fordulóba fogunk Egerbe utazni, ahol majdnem azt mondom, hogy akár eldőhet a bajnoki cím, de addig még borzasztóan sok mérkőzés van hátra. Először legyünk túl ezen az elmaradott mérkőzésen, és majd utána készülhetünk a tavaszi nyitányra. Az NB egy keleti csoportjának élén az Eger áll 16 ponttal, megelőzve 13 pontos BKV előrét. A nyíregyházi tekerklub eddigi 10 mérkőzésén 12 pontot szerzett. A hétvégén második alkalommal rendezik meg Újfehértón a Diego öreg fiúk labdarúgó tornát. A város és szabadidő központban 21 csapat lép majd pályára a 200 ezer forint összdíjazású rendezvényen. A téli időszak a futballban a teremtornák ideje, ahol a megyében rendezésre alkalmas csarnok van, december elejétől január végéig pattog a labda. Újfehértón tavaly rendezték meg először az öregfiúk tornát, amelyen 35 év feletti futballisták léphettek pályára. Akkor 19 együttes nevezett és jó néhány korábbi élvonalbeli játékost is láthattak a szabadidőközpontba kilátogatók. A szervezők reményei szerint ezúttal is közönség sikert arat majd az immár nemzetközi torna. A tavalyba kiindulva remélem, hogy szintén nívós tornát tudunk rendezni, már csak azért is, mert 21 csapat adta le a nevezését, illetve nemzetközivé nőtte ki magát a torna, egy beregszászi csapat is jelezte a részvételét. A mérkőzések 2x12 percesek lesznek, illetve ami újdonság, hogy az egyenes kiesése szakaszban, hogyha a mérkőzés végelőtt 1 perccel döntetlen vagy 1 gólos különbség van, akkor futsal időmérés szerint fog zajlani a mérkőzés. A szervezők szerint a klasszikus kispályás foci és a futszál keveredése még élvezhetőbbé teszi a meccseket. Azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy a kispályás 5+1-es, a futszál 4+1-es, de szerintem a futszál ugyanúgy felvethető a kispályára. Lényeg az, hogy annak az egy emberre találjuk meg a helyét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért egy öreg fiúk, azért, hogy aki lát egy öreg fiú tornát, azért látja, hogy azért gyorsan próbálnak játszani, szépek a passzok és a befejezések is. Tehát azért mondom, hogy szerintem a kettő ötvözhető együtt. A 200 ezer forint összdíjazású tornán szombat reggel 8-kor indul útjára a labda, és este 9:30-ig váltják majd egymást a csapatok. Vasárnap 9 órakor kezdődik a program, a döntő két részvevője pedig 17 órakor lép pályára. A szervezők a dobogós csapatok díjazása mellett külön díjakkal is elismerik majd a legjobbak teljesítményét. Szombaton 35. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Mikulás futást. A Városi Stadionban 10 órakor kezdődő rendezvényen óvodások, iskolások és családok mérhetik össze tudásukat a 400 méteres távon. A szervezők több kísérő programmal is várják majd a résztvevőket. Tavaly 1600-an voltak jelen az eseményen, most egy kicsit problémának látjuk azt, hogy munkanap van december 1-én, de az iskoláktól, óvodáktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon sokan ki fognak jönni, és én bízom benne, hogy ez a létszám szintén megvalósul, hiszen óriási programokat dolgoztunk ki a kiérkezők számára, hiszen ismét jelen lesz a Mikulás Express, a Csihuhu, cukorágyú lesz, különböző távokat fognak teljesíteni az óvodások, általános iskolások és a családok részére is futást rendezünk, hiszen a családok éve a 2018-as év, de egyébként is ez minden évben megrendezésre kerül. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nyílászáró és radiátorcsere, szigetelés, napelemrendszer kiépítése. Mintegy 390 millió forintból korszerűsítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal épületeit Nyíregyházán. A felújítások az intézmény hősök terei és egyház utcai épületeit érintik. A beruházások az energiafelhasználás csökkentését és a megújuló energiaforrásokra való áttérést célozzák. A felújítások egy nagyobb, a megye 29 kormányhivatalát érintő fejlesztési program sorába illeszkednek. Új kényelmi szolgáltatással bővült a Jós András Oktató Kórház, 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsit vásároltak. Nyíregyháza város önkormányzata az idei városbál tombola bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatására fordította, így tudták finanszírozni az eszközbeszerzést.
kezdődik a karácsonyi adománygyűjtés a Magyar Vöröskeresztnél is, saját márkás termékeik megvásárlásával is segíthetik a szervezet adománygyűjtő munkáját. Így édességet, szaloncukrot és kisebb játékokat, valamint használati eszközöket árulnak szinte minden nagyobb üzletláncban. A 3 éve indult Csak egy kis apróság kezdeményezésük is folytatódik idén, amelyben az iskolákkal gyűjtenek közösen tartós élelmiszert a rászorulóknak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 27-én kedden friss hírekkel. Holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap már nem várható további csapadék, és a nap is kisüt. A csapadékos időt okozó ciklon délkelet felé elhagyja térségünket, mögötte egyre hidegebb, de száraz léghullámok érkeznek. Az éjszaka első felében még sok lesz a felhő, majd hajnaltól elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, késő este mindenütt megszűnik a csapadék, az északkeleti szelet többfelé erős, néhol viharos széllökések kísérik. Reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a nap első felében még több felé lesz erős, délutántól már csak élénk lökések lesznek jellemzők, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön és pénteken többnyire napos, száraz időre lehet számítani, a szél is mérséklődik, reggelente azonban erős fagyok várható, a hóval borított tájakon akár -10 foknál is hidegebb lehet, és napközben is kevéssel fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hétvégén sem valószínű számottevő csapadék, de már több lesz a felhő, és kissé enyhül az idő.